történt az elmúlt időszakban, tisztelt polgármester úr? Az elmúlt időszakban talán, ahol most vagyunk, ez a legfontosabb esemény, ugye a Sashalom önállóvá válásának 100. évfordulóját ünnepeljük 2023-ban, és ebből az alkalomból egy könyvet is kiadtuk, egy képes almanakot, amiben Sashalom 100 éves történetét próbáltuk összefoglalni, illetve hát leginkább a önálló település résznek a története van benne, de benne van például a legújabb piac, illetve a háborúba történt, akár a holokauszba, akár a Málenki robotra elhúzoltak története is, úgyhogy tényleg egy teljes képet kaphatnak, akik megvásárolják ezt a helytörténeti füzetek 58. kiadását, már 58. számát. Érdemes megvenni, tényleg rengeteg képpel és jó történetekkel gazdagodik az, aki elolvassa ezt. Aztán ezen kívül az elmúlt időszakban voltak két idősebb kerületi lakotársunknál is, Sanyi bácsinál, illetve Teri néninél. Mind a ketten 90 évesek, és nagyon jó szellemi erőben vannak, fizikailag is rendben vannak, és tényleg érdemes volt hozzájuk elmenni, és rendkívül jó történeteket tudtam meg, akár a településünk régi történetéből, akár az ő élettörténetükből, úgyhogy mindig érdemes ezt megtenni. Lakossági faosztás és az őszi faültetési akciót is elindítottuk, ez is zajlik gőzerővel. Ugye akik tavasszal vagy a év folyamán kértek az önkormányzattól fát, akkor azok ingyen kapnak, ugye nyilván a fát elültetni a lakónak kell, tehát a gödröt kiásni, meg utána majd foglalkozni a fával, gondozni, ápolni azt, de ezzel is hozzájárunk ahhoz, hogy 75 ezer új fát tudjunk elültetni itt a kertvárosban, és ezt vállalta a képviselőtestület, hogy záros határidőn belül ezt végrehajtjuk. Aztán az elmúlt időszakhoz tartozik a november 4-i Nemzeti Gyásznap megemlékezés, ugye az 56-os forradalom és szabadságharc leverésének kezdete, amikor a szovjet csapatok megszállták Magyarországot és azon belül is Budapestet, és elkezdődtek a megtorlások. Hát hol máshol emlékezhetünk volna rá, mint a Tóth Ilonka emlékházban, aki maga is az 56-os forradalom mártírja, fiatal kora ellenére koncepciós perben elítélték és ki is végezték még a 30. születésnapja előtt. Aztán ezen kívül, ami még talán fontos lehet, hogy meghosszabbítottuk lakossági kérésre a kertvárosi konzultáció beadási határidőt, ugye eredetileg október 31 volt, de nem gondoltuk rá, hogy ez az időszak az pont őszi szünet az iskolában, így aki utolsó pillanatra hagyta a konzultáció kitöltését, és mondjuk a közeli iskolába akarta otthagyni, az nem tudta. Úgyhogy november 30-ig most meg van hosszabbítva, mindenki nyugodtan, békésen átgondolhatja a kérdéseket, és válaszolhat rá. Ugye 9 kérdésre várjuk a választ, és van egy 10. kifejtős kérdés, ahol el lehet mondani minden olyan információt, amit szeretnének, ha a településünk a jövőben milyen irányba fejlődjön tovább. Aztán ezen kívül van egy új szolgáltatás a magyar kormánynak, és én ezt mindenkinek propagálom így ebbe a videóba is, minden 65 év fölötti számára ingyenes a gondosóra, ami egy gondoskodás arról, hogyha esetleg bármi történne, van rajta egy nagy gomb, azt megnyomják, és egy diszpécser központ segítségül jön az idős emberhez. Ez kifejezetten azoknak jók, akik egyedül élnek, vagy azoknak is, akik párban élnek, de mondjuk az egyik elmegy a boltba, nehogy Isten, a másikkal történik valami, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, teljesen ingyenes a szolgáltatás, az eszköz, a házhozszállítás, minden, igényeljék ezt a szolgáltatást. Köszönjük szépen, tisztelt polgármester úr! Köszönöm szépen!